térzenére és az Ördögszekértánc együttes tagjainak táncára gyülekeztek a Dunaföldvári Máltaház felavatóján az ünneplők. Nem találkoztunk már nagyon rég így együtt. És mondhatjuk azt, hogy 2021-ben ez egy első olyan alkalom, amikor közösen örülhetünk, és közösen ünnepelhetünk valamit. Több mint 25 éve működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári önkéntes csoportja. Később létrejött a városban a fogyatékkal élők, valamint az idősek ellátását segítő sorstárs támogató szolgálat, és a gyerekek szociális hátrányát leküzdeni segítő tanoda. Ez a három szervezet működik most a Máltaházban. Azt gondolom, hogy a világ sose lesz olyan egyszerű, hogy ne legyen szükség arra, hogy az elesetteket, a hátrányos helyzetűeket ne tudjuk fölkarolni, és azért örülök, hogy ez a ház is elkészült, mert mindig van honnan elindulni, és hova visszatérni, erőt meríteni. 2015-ben kapta meg az önkormányzattól az egykor üresen állott volt iskolaépületet a Máltai Szeretetszolgálat, mely most felújított pompájában tündököl. A Dunaföldvári Máltaház felújítása három ütemben három év alatt valósult meg. Több mint 90 millió forintos volt ez a beruházás. Zömében Magyar Máltai Szeretetszolgálat tette hozzá az összeget, de nagyon sok segítséget kaptunk pénzügyi szempontból Dunaföldvárváros önkormányzatától is, melyet ezúton is köszönünk nekik. Az ünnepségen a gyermeknap alkalmából az apróságok örömmel vették birtokba az épületet, melynek udvarán ugrálóvár, fagyi, vattacukor, arcfestés és patogatott kukorica várta őket, valamint a Katáng együttes gyermekkoncertje.